Na, hello, szevasztok, folytatjuk a Far Cry 5-öt. Most egy új felvétel session, és azt találtam ki, aludtam a dologra egyet. Mielőtt elmegyünk a Henbane folyón túlra, a másik régióban, Fate régiójába, egy picit itt még mégiscsak tisztogatok, jó? Ki is jelöltem ezt a helyet, jelenleg itt vagyunk a vasútállomáson. Elmegyünk oda, ott van egy rejtekhely, azt megnézzük. Ott meg úgy is felfedezve a könnyek hígya, azt felfedezzük, és ez nagyon-nagyon tetszik, és nagyon jó dolog az ötödik részben, hogy minden felfedezett helyszín, ami látod, ilyen kis kék pötty, tehát ami fel van fedezve, oda lehet gyors utazni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Na, azt megnézzük, és utána arra gondoltam, hogy innen elindulunk autóval ide föl, felfedezzük ezt a két helyet, akkor megnézzük még azt a magas feszültségrejtek helyet is, meg megnézzük azt is. Aztán lehet megnézzük majd még a... ezt a két mellékküldetést is, ott is van egy garázs, amit fel kell fedezni, meg ott. Szóval lehet, hogy ebben a részben még úgy tisztogatjuk John területét. És akkor... mert úgy mégsem akarok kapkodni, mert minek? Meglátjuk, hogy a térkép alapján nem biztos, hogy el tudunk menni autóval, de megpróbálok. Tudom, hogy itt az autó, merre kellene? Arra, ugye? Ez az az ösvény. Hát... én nem tudom, hogy ezt... az autóval mennyire lehetséges járni ezen az ösvényen, megpróbálhatjuk, de... elvileg ez az az ösvény. Áj! De jó, lehet helikoptert hívni, van itt a helikoptereket, csak ott lehet hívni, ahol van külön helikopter leszálló, ezt az ikon jelzi. Jaj, de jó, erre vártam már mióta. Jaj, de jó. Igen, ez a vietnami DLC-ből van. Mi van itt még nekünk? Van ez. Ez tulipán. Prestige. Szerintem én ezzel mentem mindenhova. Jaj, de jó, végre... jaj, de vártam már ezt a pillanatot, hogy végre helikopterrel tudjunk menni. Ez masszívan megkönnyíti a... a haladást. Egyszerűen csak légvonalban kell menni, azt csokolom. Sokkal jobb. Igen, ezt a helikoptert használtam az első végjátszásomnál szinte. Hát legtöbbször ezt. Szinte mindenhova ezzel mentem. Nem véletlen. Ezen kettő fegyver is van. Ugye Gatling és rakétavető. És emellett... igen, csak mozgékony. Na, látod? És így ezzel a helikopterrel írtattam ki akkoriban a legtöbb ilyen előőrsöt. Na, mi lehet nekünk? Haverjaim, már kifosztottunk néhány pegiraktárat. A készletet a hídtámaszokba rejtettük. Szükséged lesz egy jó csákjára, hogy megszerezd. Ó, jaj! Ez a... de jó. Most jön ez. Emlékeztek még a Half-Life 2-ben a... melyik fejezetben volt, amikor... nagy híd alatt kellett ott akrobatikázni? Oh my god.
Keresd meg a rejtek helyet. És így kéne végig... Hú, gyerekek. Tök jó, hogy hoztam helikopátert, mi? Milyen jó, hogy frissen kaptam helikopátert. Most így... Aha, Át tudom én ezt ugrani? Igen. Hova? Ha-ha! Eddig jó. Lengedezők! Ott a sok pénz! Hol vannak a képzettségpontjaim, készségpontjaim? Csak én nem látom. Azért! Igen, jönnek az akadások bőségesen. Tojás. Ma én is azt tervezek ebédelni majd. Jó kis tojás rántottát. Örök klasszikus, megunhatatlan. Jó, jussunk ki innen. Milyen kedves hely. Szóval, jussunk ki. De az merre van? Bum, 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 bum. Na most tényleg, tehát hogy... De várjál már. Benitóf. Tényleg le kell... Nem már. Nem lehet? Ajajaj, várj egy kicsit. Ez nem sokon múlott. Hű! Mondom, tiszta Half-Life 2. Aha, annyi különbség, hogy itt nem tudok tovább menni. Aha. És most? Szerinted kockáztassam meg azt az ugrást? Nem biztos, hogy... Hű!
Oh mein Gott. Okay. Quatsch. Na, és ha minden igaz, hát ott tök egyszerű volt, nem? És itt a helikopáter is. Gyönyörű. Most akkor felfedeztem a könnyek hígyát. Igen. Júj, na ez a helikopáter most olyan jól jött, ezt el nem hiszitek, hogy milyen hatalmas nagy segítség. Egy áldás ebben a játékban. Ezzel fényévekkel könnyebben és gyorsabban lehet haladni. És az őrposztokat is gyorsabban lehet pucolni. Felfedezzük ezt is. Megvan. Ellátmány szállító. Tudod mit? Ennyi. Most már ezeket nem kell csinálni, az igaz? Most már nincs semmi jelentősége, mert John már meghalt. Lehet inkább először oda megyünk, jó? Visszaváltunk gépfegyverre. Valami Gatlingre. Amivel szintén pár másodperccel szét lehet darálni mindent. A izéket viszont nem biztos, hogy meg fogom ám keresni. A piros silókat. Ja, ahhoz kapcsolódóan is van egy mellékküldetés, itt már szétszettünk egyet. Azokat, meglátjuk, az körbe kéne. Most leszállhatnék ide is, de nem fogok csalni, megcsináljuk rendesen, úgy, ahogy azt a fejlesztők akarták. Valaminek neki mentem. Nem baj. Kicsit várunk. Javul magától. Nincs semmi probléma. Minek mentem én neki most? Mitől sérültem? Franc tudja mi. Szóval. Oda kell feljussunk. Igen, itt már egyszer jártunk. Keresd meg a rejtekeit, azon vagyok. Keresési zóna. Aha. Ez nem lesz ilyen egyszerű. Mert itt az lesz a lényeg. Az majd a kijárat. Onnan kéne... Helye, verje. Ott vannak a... Oda kell eljutni, de itt nincsen hákenezési lehetőség. Mi történik itten? Olyan hülye, hogy belemegy a tűzbe. Nem lehet, hogy esetleg, de szerintem igen. Szerintem itt az lesz a téma, hogy azon a drótkötélen... Aha, igen. Igen. Néha a megoldás egy picit arrébb van. Aha, csak én nem ilyen egyszerű ám. Onnan oda. Aha, ez egy kicsit komplexebb, igen.
Arról a drót kötérről, látod? Ez... Halló. Joseph ist immer noch irgendwo da draußen. Verdammt, letzten Monat habe ich eine ganze Schachtel Schrot wegen den Bären verschossen. Tehát nekünk oda kell menni. De gyors a tempó. Plumps. Ciao. Csak egy madár volt, de pirosan jelezte. Madártól. Nától! Tovább? Na, de ez ilyen, vannak ilyen feladványok, ami picit komplexebb, körülményesebb. Elég nagy kitérőt kell tenni, hogy eljussunk abba a silóba, látod? Néha jó nagy kitérőt kell tenni. Aha! Szóval így. Na. Tehát. Akkor innen indulunk. Iha! Placs! De miért engedtem el korábban? No. Na! Tehát még egyszer. Abba a silóba kell bemenjünk, ahhoz pedig odáig fel kellett menjünk. Zsupsz! Saját magától váltja ilyenkor a drótkötelet, tehát nem kell itt jól időzítve nyomni az E betűt. Attól nem kell félni. Zsupsz! Cak! Ez volt a magas feszültség. Itt aztán van Stutterfest. Ha az ember felvesz valamit, akkor is akkora frame time spike jön. Komolyan, néha olyan érzése van a játékosnak, mintha Unreal Engine 4-en futná a játék. Olyan nagy szaggatás parádé az egész. Miközben a korábban a Dunian motor az nem voltak ilyen gondok, csak az ötödik résznél vannak ilyen gondok. Mondom, valamint az Ubi és az AMD közösen annyira elbaszott itt, hogy az valami hihetetlen. Ketten nem tudták rendbe tenni a PC portot. Miközben a negyedik résznek semmi gondja nincs. Ezzel mondom, érthetetlen számomra. És ezért is fogalmaztam úgy, hogy bizony ez visszafejlődés. A probléma ott van, hogy eltűnt a helikopáterem. És emiatt most nagyon szomorú vagyok. Tudjátok, miért diszpónolt? Mert túl messzire mentem, szerintem. Itt parkoltam le a helikopáterem, de diszpónolt. Hát ez elég nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Ha csak... Innen mégis mehetünk oda autóval.
Tudod mit? Pedig helikopterre akartam tovább menni. Igen, ezt nem vettem figyelembe, hogy diszponolni fog. Ez jogos, jogos. Tudjátok mit? Fuck it! Csináljuk meg azt, utána a másikat. Bika herét! Ez remek. Mondtam már, hogy... Ez a szakács egy kicsit... furcsa. Boomer, vigyázz egy kicsit, mert ez veszélyes. Ez mi volt? Ciao! Alter! Semmi sincs meg a lakatot. Hol van itt lakat? Ja? Ölj meg egy párzó bikát. Meg kell várni, amíg elkezdenek dugni? Az jó. Erre mondjuk emlékeztem. Viselkedjé. De... De így hogy csináljam meg? Hogy jöjjön meg, amikor... Nem értem. Megközelítem, akkor abba hagyják, és... Ezt már 5 évvel ezelőtt sem értettem teljesen. Ez kicsit fura küldetés, mert... Nem úgy működik, ahogy kéne. Látod? Abba hagyja. Amint becélzom, vagy megközelítem traktorral... Abba hagyja. Nem értem egyszerűen. Szóval így? Szóval így? Nem. Ölj meg egy bikát tűzzel! Szakásnak még az sem mindegy, hogy hogyan szerzem meg a golyóit? Édes jó Istenem. Tessék! Megvan. Viselkedjetek, he! Vadász állatokat és nyúzd le a bőröket és húsokat Csalinak.
Ezt most írod ki sok órányi gameplay után? A sajt a fegyver készleken szerve, igen. Jó. Jó, kösz. Nem fogod csalit használni, az a no. Na, már legyen elég. Kell még valami ennek a lökött szakácsnak? Oh God. Jó, már csak vissza kell majd vinni. Hova is? Paul Sand, ugye? Ja nem, akkor ezzel kész van. Azt hiszem vissza kell vinni a szakácsnak. Jó. Akkor nézzük meg ezt. Vigyáztam! Brüm brüm. Vigyáztam! Profi vagyok! Zó! Menj a gabonakörhöz, igenis! Boomer ideiglenesen nem áll rendelkezésre? Miért? Mi történt vele? Nem tud magára vigyázni? Miközben ő a boss ölő kutya? Állj meg! Ne haragudjál! Alter! Ha hülye vagy! Önvédelem volt. Pulykák agresszív állatok. Egy. Ez csak önvédelem volt. My God. Oké, van még kettő. De vajon hol? Aha. Felfedezett helyszín. Ott van fönn! Uh-huh. Sajtom, hogy mire gondolt itt a költő. Adjál, köcsög madár! Ach, leg mich! Na jó. Most már elég legyen. Ja. Ha-ha.
Kuss! Így. Ja. Aha. Ne, nein. Mi az, hogy automatikusan használja a létrát, ez sokszor inkább átok, mint sem hasznos, és ez is sokszor átok, hogy automatikusan mi... Es le, köszi! Au! Fű! Jó, találtam még egy silót, ez nagyon-nagyon jó. Ezt gyors feltörjük, mert ott van, úgy látom, egy képességpont. Köszike. Ott lesz az utolsó, ugye? Egészen biztos. Vagy... Ami... Nem, itt lesz az utolsó. Na, a boomer elérhetővé vált. Erről van szó. Na. Kérdés. Vajon a traktorom is diszpónolt-e? Szerintem nem. Mert úgy látom a GPS-en, hogy még ott van a helyén. Még megvan. Oké. Okay. Aha, vissza Larryhez. Tudod mit? Egyszerűsítünk a dolgokon. Van nála még egy mellékküldetés, akkor nézzük már meg mit akar. Hervorragend. Alle Systeme in Betrieb. Du bist wieder da. Hast du sie? Her mit den Proben. Gut gemacht. Anne wird begeistert sein. Apropos begeistert. Es ist vollbracht. Der dynamische Laserkondensator ist fertig. Jetzt wird's richtig lustig. Versteh mich nicht falsch. Das war alles toll. Es ist einfach an der Zeit, dass ich mich an ein neues Abenteuer mache. Etwas Ähnliches, aber mit genug Neuerungen, um den Preis zu rechtfertigen. Du weißt schon, was ich meine. Wir verstehen uns. Uns fehlt nur noch der Strom. Und ich brauche mehr, als das lokale Netz hergibt. Oh, und ich weiß, was du denkst. Aber einen Blitz einfangen scheidet aus. Das mache ich garantiert nicht nochmal. Okay, das Umspannwerk im Norden sollte genug Saft haben. Wir müssen nur den gesamten Strom direkt hierher umleiten. Das sollte dann für einen Versuch reichen. Ich gebe dir über Funk Anweisungen. Los, ab mit dir. Wir haben nur eine Chance, die Welt vor dem sicheren Ende zu retten. Na, nincs is olyan messze, mondjuk. Larrynek van egy saját helikopátere? Viszont az nem fog diszponolni az helikopáter, úgyhogy mehetünk gyalog. Vagy... Ott... Ó!
Larry, elviszem a helikopátered. Ezen nincs fegyver, de nem baj, mert közel leszünk. Aha, ott is van egy helikopáter, leszálló pálya tökéletes. So. Hűha. Ist das ein Alarm? War der Einsatz noch nicht hoch genug für dich? Du musst dich beeilen! Sietek, 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 nyugi van! Ich habe noch nicht genug Strom! Nyugodj meg! Ah, verdammt! Uha! Ez mi volt? Valaki rándobott egy gránátot? Vagy... nem tudom. Nem tudom, mitől ment le a HP-m nullára. Aha. Ó, a picsába. Későn vettem észre. Ah! Au. Lehet, hogy már lecserélem az M60-at a MG42-re. Ich die Generatoren reparieren musste. Dank dir werden Anne und ich die Galaxis retten. Ich weiß, was du denkst. Ich würde dich auch gern mitnehmen, aber das ist zu gefährlich. Anne wollte mich und nur mich. Und wir dürfen diese Mission nicht gefährden. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Sei stolz auf deinen Erfolg. Du hast unserem Ziel gut gedient. Für dich bleibt nur noch, dir die Früchte deiner grandiosen Mitarbeit anzusehen. Okay, du... du musst nur noch für mich diesen Knopf da drücken. Auf dem Generator. Aber das war's dann. Tudni akarom, hogy mi fog történni? Na, showtime! Push. Na ez vajon mi?
Bitte. Ez mi is? Mi? Egyelőre nem... Nem tudom, hogy pontosan miféle fegyver ez, erre nem is emlékeztem. Na, neked van valami információd, ki vele? Dean Abercrombie. Das ist die bekannteste Künstlerin von Hope County. Sie wohnt bei ihrem Opa im Keller. Jedenfalls ist sie stinksauer, weil die Sekte ihre wertvollsten Sachen mitgenommen hat. Ich frag mich, was das war. Nadine. Hűha. Akkor Nadine-t kéne meglátogassuk. Igen, ott egy új rejtekhely. Nem fedeztünk fel kicsit korábban a silót valahol. Megyei börtön. Na mindegy. Szerintem, hogy talán van valahol még egy siló, mert akkor azzal kezdtem volna. De nem látok sehol. Jaj, vissza kell menni a szakácshoz, akkor mégiscsak vissza kell menni hozzá. Akkor azt csináljuk. Azt csináljuk, hogy... Azért nem gyors utazok, hogy legyen helikopterem. Ki kell próbáljuk ezt a fura fegyvert, amit most Larry ott hagyott nekünk. Miután valahova elteleportált, gondolom. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken, nicht wahr? Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Oh ja, yeah. Zeit für ein Fest. Néhány itallal később. Így áll egy pálinkát. Úristen. Nem is emlékeztem, hogy van csúszli a játékban. Üh.
Ne, most ne már volt loading screen, akkor elveszítettem a helikopterem. Basszus, pont ezt akartam elkerülni. Remek, disznó között ébredtem, remek, remek. Disznyó? Hova tűnt a disznyó? Mi történt vele? Ez valami teleportáló fegyver? Eltűnt a disznyó! Alta! Ez a disznyó is eltűnt! Semmi vélet! Kécske is semmi vélet! Új, mi történik? Miféle fegyver ez? Ezt ki kell próbáljam majd ellenfeleken is. Biztos nagyon poén lesz. Most vagy teleport fegyver, vagy dezintegráló fegyver. A csávónak van információja. Csávónak elnézést kihányok. Ich habe gehört, dass Jacobs Leute sich vom Drubman-Haus fernhalten. Schau doch mal nach, was die so treiben. Idősebb... Oh nein. Oh nein. Jó, ha, jó, igen, a hurkagyurkáék, igen. Oda ma, jó, majd... Az még sokkal arrébb lesz. Eden Street wird es weiter versuchen und wir werden weiter kämpfen. Ich brauche wieder deine Hilfe. Da John Seed aus dem Spiel ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis seine Anhänger ins Wanken geraten. Die Leute von der Woodson Farm haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im Silver Lake Trailer Park gefunden, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohlauf ist. Wir müssen verzeihen können, sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Mentőcsónak főküldetés. Főküldetés. Kann ich endlich wieder zu Hause ängstlich sein, statt draußen in der Wildnis. De várja, ez 2,6 kilométerre van, ez hol a túróban? Ott fönn! Hogyha nem érhető el a gyors... He? Vesz? Oké. Interessant. Azt mondja, ez fősztori. Akkor mégiscsak meg lehet csinálni a fősztorit, miután a főmuftit kinyírtuk. Na, ez mondjuk érdekes. Jó. Mivel most úgyis elveszítettem a helikopterem, akkor gyors utazunk. Vagyis ki kell próbáljuk ezt a fegyvert ellenségeken. Aha! Nem baj. Hüha! Nem tudom, milyen szerkezet ez. De szerintem Soti helyett nem rossz. Au.
Nem, mégsem olyan jó, mert ennek van feltöltés ideje. Jó, poén, de nem, mégsem fogom ezt használni, mert igen, lemerül, és pont a legnagyobb tűzharcok közepette, ez kb. Semmit nem ért. Egy-két ellenfél ellen oké, vicces, de... Nagy tömegek ellen semmit nem ért. Tudod, hogy mi a baj, hogy Boomer nincs velem? Ő most nagyon-nagyon-nagyon kellene. Azt a dezintegráló fegyvert le fogom cserélni sürgősen. Ezt itt. Ezt lecseréljük, mert sajnos nem túl hatékony, finoman fogalmazva. Mondom, egy-két ember ellen még oké. Okay. Ugye? Baszodjon meg John Seed! Az őrült nem tud megfélemlíteni. Bárki, aki segíteni akar megvédeni ezt a helyet, csak nézem be a fészerbe, vagy a dobozok alá hátul. Ott megleled, amire szükséged van, szeretett a Hauser. Du bist die Antwort auf unsere Gebete. Védjen meg, akkor átváltunk fegyvert. Mi az előbb nem azt próbálták? Legyen. Van lőszeres láda? Valahol? Nincs. Jó, tudom. Csak gondoltam, keresek lőszeres ládát. Die dürfen mich nicht kriegen.
Ernsthaft? Bitte, vergib mir. Ó, baszki boomer! Na jó. Akkor most ott marad. Nem tud magára vigyázni egy bosszulő kutya, az nem az én hibám. Sie dürfen mich nicht kriegen. Okay. Wir wollten John alle umbringen. Und du hast es tatsächlich getan. Wir haben der kleinen Skylar gesagt, dass sie besser verschwinden sollte. Aber sie geht erst, wenn sie diesen Fisch, den Admiral, gefangen hat. Hilf ihr doch, damit sie die heikle Lage versteht. Nein, Skylar bekaphatja. Du bist so berühmt wie Klatsch Nixon. Also, fast. Az lenne ott a feladat, hogy segítsek Skylarnek elfogni egy legendás halat. De én nem fogok horgászni, ezt már mondtam az elején. Én azt szimplán hülyeségnek tartom ebben a játékban. Arra bezzeg volt idejük és energiájuk, hogy belerakjanak egy fölösleges értelmetlen feature, de arra nem volt már energiájuk, hogy a PC portot normálisan megcsinálják. Nála nem ment le a HP-ja. Danke für die Hilfe. Hallo, Sir. Lass es dir gut gehen. Den Peggys ist es egal, wen sie holen. Ich hoffe, sie kriegen George nicht. Ich sage ihm ständig, er ist zu alt, um Soldat zu spielen, aber er hört nicht auf mich. Kannst du nach ihm sehen? Ich will nicht, dass ihm etwas passiert. George Wilson, az nem tudom meg kicsoda, de az Jakob területén lesz, úgyhogy azt majd később csináljuk meg. Ez vagy patak. Oké. Mi van még vissza? Nem. Oké. Itt valami van. Hát, ha már úgyis gyors utazunk, akkor lekérek gyors egy helikoptert. A kedvencemet. Majd ne felejtsem el lecserélni ezt a dezintegráló fegyvert. Így.
Jessica? Egyszer oda, akkor oda, majd oda. Befelezgetjük a... Ja, hogy állna? Ezért is jó helikopterrel menni, mert ugye minden gyors utazás után a játékos nyakára küld egy ellenséges repülőgépet, és ha a helikopterben utazol, akkor nem vesz észre. Akkor nem tudja, hogy te ellenség vagy. Na, a boomer felélet, jó van. Tudom, hogy nem akartunk itt megállni, de a csávónál van... Vagy az ember kéne, nem csávó, ne haragudjál. Nálad... Wo Mabel die Tiere ausstopft, soll ein Puma frei herumlaufen. Würde mich nicht wundern, wenn... Was zur... Hilfe! Na, ez érdekes volt. Du hast hier immer Freunde. Im Wald, wo Mabel die Tiere ausstopft, soll ein Puma frei herumlaufen. Würde mich nicht wundern, wenn die irre alte Dame ihn auf die Peggy-Jagd abgerichtet hätte. Hallotta lány, nagyon erős vagy, én nem akarok veled kötekedni. Simán arrébb löki el a traktort. Ez nagyon erős az a csaj, te jó Isten. Hű. Nadine, te mit szeretnél? Hättest du Zeit, mir auszuhelfen? Na, milyen szép hajad van. Hallo, mein Name ist Nadine und ich hoffe, du kannst mir helfen. Mein Opa hat als Kind Comics gesammelt. Er hat sie bestimmt verkauft, weil eines seiner Kinder sie haben wollte. Aber ich hätte sie schon gewollt. Und jetzt ist Opa leider tot. Ich habe nichts als Erinnerung, wenn ich diese Comics nicht zurückkriege. Wenn du die Comics für mich findest, bin ich mir sicher, dass es sich für dich lohnen wird. Ich brauche wirklich alle. Oh, du hast schon welche? Das ist ja super. Sobald du den Rest hast, bezahle ich dich. Üsd össze az összes képregény, 1 per 12. Ja, hogy ott is van egy? Ezeket jelzi a térkép, hogy hol van? Hát ezek a gyűjthető cuccok, az öngyújtó, meg a képregény, ezek az egész játék téren el vannak szórva, tehát nem csak John a régiójában. Úgyhogy ezek ilyen... Azt hiszem ezt a kettőt nem is csináltam meg. Úgy emlékszem, hogy 5 éve ezeket nem csináltam meg, nem volt kedvem megkeresni ezeket. Steel Farm. Az sincs felfedezve még. Hát most megnézhetjük végül is, azt lecsekkolhatjuk. Mondjuk, hogyha jelzi a térkép, akkor még úgy azt mondom, oké. De én magamtól nem fogom megkeresni a szétszentség.
Ott a másik helikopter. Nézzük meg, hogy tényleg ott van-e. Mondom, messze a legjobb közlekedési forma ebben a játékban a helikopter. Messze a leghatékonyabb, leggyorsabban lehet vele haladni. És tényleg itt van. Feljegyzés Józseftől. Zárfeltörés. Na, maximum van a páncélunk. Oké. Nagyszerű, nagyszerű. Oké. Klasnikszom minket nem érdekel. Az sem. A fegyveres konvoj. Ez gyors, ezt most gyorsan elintézzük. Ez most nagyon könnyű lesz. Ezzel a helikopterrel, ez pár másodperc. Ráküldök néhány rakétát és kész. Helikopterrel ezek a konvoj szétszedős, meg siló szétrombolós küldetések annyira könnyűek, mint a Far Cry 2-ben, amikor a konvoj kell szétszedni. Ugye a nyílpuskával egyet rálősz, ez kész vége. Sikeres a küldetés. Itt is kb. Az van, hogy... hogy úgy... Igen. Na, ezért használtam az első végjátszásnál mindig ezt a helikoptert. Mert ezen nagyon gyorsan lehet haladni. Jó, ez is megvan. Maradt itt még valami? Az már a másik régió. Mondjuk most azt megtehetnénk, hogy elmegyünk oda... Aha, igen, ezeket a maradékokat lehet, hogy akkor most megcsináljuk. Most van egy-két felfedezetlen terület. Ja, akkor ez a videó szóljon erről, hogy akkor... Várjál! Mellékületések... Igen... Igen, az egy van vissza. Ugye ez a kettő a gyűjtögetős. Bír a jávorszarvas. Akkor... Így. És oda repülünk. Szerencsére ebben a játékban nincs olyan, mint a Ghost Recon Breakpointban, hogy nincsenek olyan légvédelmi rakéták, amelyek több kilométerről észrevesztek és már leszednek. Úgyhogy itt a ilyen helikopterekkel a őrposztokat nyugodtan ki lehet pucolni. Ide leszállok. Én.
Én mindig nem cseréltem le azt a dezintegráló fegyvert. Szabadítottam volna a méheket. Mindegy most már. Csörgőkígyó? Hol van? Itt. Most legyen. Stan, találtunk egy csomó dinamitot a ház alatti régi bányában. Mire ezt olvasod, már indulunk is érte. Meglátjuk, hogy fel tudunk-e ott állítani egy fegyverraktárt vagy valamit. Ház alatti régi bánya. Tűz a lyukban. Te kérdeztél, Fate válaszolt. Küldd le azokat az angyalokat, hogy végezzenek a bányában rejtező bűnösökkel. Ott. Ójjaj. Ójjaj. Itt találkozunk először az angyalokkal? Hát ez ellen... Hát ez igen, hát ez... Hűha! Mondom, egy ellenfél ellen hatékony ez a fegyver. Max 2, de tömegek ellen nem jó. Dinamit. Hűha. Ez komoly. De egyébként... Tessék! Ha már ad a játék ebből jó sokat... Akkor használjuk a dinamitot. Ahó! Nem az! Mennyi bliss van itt. Nem gondoltam volna, hogy ezek a nyavajások tudnak úszni. Fel kell robbantanunk a falat, hogy megtehetessük vízzel ezt a lyukat. Robbantsuk be a falat? Hm? Melyik falat? És sok minden nincs. Úgy látom, hogy itt...
Értem. Oké. Látom, hogy mire gondolt a költő. Oké. Arra, ott. Így. Ez az. Na most. Felvettem még egy lapátot. Megvan! Ujjj! Ó, hát ez tök könnyű volt! Szekta biztosan követett minket a bányában. Rögtön ösztünk néhány barikádat és beástuk magunkat a lövöldözéshez. De ránk küldték őket. Nem tudom, hogy pontosan kiket vagy miket küldtek le hozzánk a Pegyik, de szörnyetegek voltak. Lövöldöztünk rájuk, de mindig felállnak. Innen lentről nem tudunk segítséget hívni. Isten segítsen rajtunk. De akkor fel kell őket robbantani, vagy ezzel a dezintegrálóval dezintegrálni őket. Így ki tudunk menni elvileg. Nem tudom, hogy hol fogunk kijutni. De van egy olyan félelmem, hogy a helikopterünk nem lesz már ott a helyén. De, ott van még a helyén. Én nem ezt akartam, játék, köszönöm szépen. Köszi játék, köszi. Elveszítettem a helikopáterem. Köszönöm játék, köszönöm szépen, hogy megint trollkodtál, köszönöm. Az ilyen trollkodásokat imádom, amúgy nem. Nem baj, van ott, tudok onnan kérni még egyet. Kapja be. Azért is. Lekérek egy új helikoptert. Azért ez köszönöm szépen volt a játéktól, hogy ennyire unfair módon küldte rám a köcsögöket. Ez nagyon szép volt. Sok esélyem nem volt amúgy. Jó, azért itt is tudtak rendesen... Na most majdnem mondtam egy csúnya, nagyon csúnya szót. Tele van. Jó, és akkor megcsináljuk azt ott. Na most kicsit messzebbről indulunk, mert a játék egy mocskos szemétláda volt. Megint trollkodott egyet. Szerintem úgy gondoltam, nagyon rég haltam meg, úgyhogy megint meg kell halljak egyszer. Ezt még megcsináljuk, és akkor mára ennyi. Csak a következő részben megyünk át a következő régióba.
Hogyha innen már látnám azt a szarvast, amit le kell szedni, hát az akkor... Akkor már helikopterrel elintézném. Na! Ennyi. Én mondtam, hogy jó helikopter, nem véletlen ragaszkodom hozzá. Fényévekkel gyorsabban és egyszerűbben lehet haladni. Úgy is mondhatnám, hogy eléggé OP minden máshoz képest. Jó! Szerintem itt megvagyunk. Vagy nem. Ott van még egy rejtekely, azt megcsináljuk. Ez még ebben a régióban van, ugye? Hát, nagyon a határon van. Ez nagyon... Hát, nem, az ing... Nem, a folyó túloldalán van, az a másik régió, nem baj. Hát a franc tudja. Ez pont a határon van. Pont a határon. Jó. Hol vagyunk? Akkor azt a következő részben. Ezeket itt felfedezzük. Jó. 1, 2, 3, 4, 5. 1-2 perc. Ezeket gyors felfedezzük. Bár valószínűleg fölösleges, mert szerintem oda már úgysem kell majd többet gyors utazni. Csak hogy kevesebb fehér pötty legyen a térképen. Hát találtuk valami érdekességet. Kicsit lesüllyedek, hogy... Hát nála, na látod? Igen. Milyen jó, hogy itt megálltam. Az egyik emberkénél van itt egy fegyverkereskedő, ő is fontos, de az egyik emberkénél van ott valami információ. Lehet, hogy én ezt a fegyvert... Lehet, hogy én ezt lecserélném. Kérem vissza a shotimat. Így. Aber das werde ich nicht. Így. És nálad van valami információ. John, kein Bunker. Und Sharky Bosho hat angerufen und erzählt, er hätte einen Wahnsinnsplan, um die Sekte von der Landkarte zu tilgen. Das Problem ist, Sharky ist dumm wie Brot und sein Plan besteht wahrscheinlich nur aus einem Wort. Feuer. Sharky Bosho. Jo. Jo, 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 az majd jóval később megyünk oda. De mondjuk az nem baj, hogy előre megkapjuk a térképen, hogy mihol merre van. Ez egyáltalán nem gond. Megkönnyíti a felfedezést. Jó. Ez két melegház. Jó, nála is van információ, de most amiatt nem állok meg.
csak akkor, hogyha rejtekhely információja van valakinek. Egy. Mi a következő? Azt. Itt a nagy gabonakör. Hogy előttem rajzolja ki a lodot lenn a földön. Látod, hogy papinolnak a különböző dolgok? Steel Farm. Ez is megvan. Barlang. Ott van még egy barlang. Kikötő. Az hogyha nem fedeztem még fel. Mindegy. Ez nagyon messze van. Na jó, akkor... Szerintem innen folytatjuk a következő részben, jó? Szerintem videón kívül megnézem itt ezeket, hogy... ne húzzam ezzel az időt. Azzal, hogy oda repülök, az nektek szerintem nem olyan izgalmas. De innen fogjuk folytatni a következő részben, és a következő részben átmegyünk Fate régiójába, jó? Itt most pucolgattuk, kipucoltuk a June régióját, megcsináltuk az majdnem az összes mellékküldetést. Úgyhogy... igen, az meg már Jákobé, ugye? Az özvegy patag... Aha, igen, jó. Jó, következő részben megyünk Fate régiójába. Na, köszi a figyelmet, szavaztok!